Már csak 11 nap van hátra. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra figyelmeztet, hogy csak december 31-éig tudják igénybe venni a pénztárgépek után járó 50 ezer forintos támogatást azok, akiknek januártól online kasszát kell használniuk. Több ezer vállalkozó azonban még be sem jelentkezett az adóhatóságnál. De zavar látszik a hordozható pénztárgépek körül is. A készülékek már előrendelésben elfogytak. Több ezer új vállalkozónak kell online kasszát használni a januártól. A taxisok többsége a napokban kapja meg a mobil pénztárgépeket. Hordozható készülék előállítására a Nemzetgazdasági Tárca két gyártónak adott engedélyt. Az ő készülékeik azonban már előrendelésben elfogytak. Tudomásom szerint az egyik gyártónak január közepén érkezik be 1000 vagy 2000 darab pénztárgépe még, a másik gyártó február-márciusra ígér egy nagyobb darabszámot, tehát aki nem tudta beszerezni, illetve időben nem lépett és nem szerezte be, annak legkorábban január közepére lehet pénztárgépe. Ők azonban elvesztik az 50 ezer forintos állami hozzájárulást. A Nemzetgazdasági Tárca ugyanis arra figyelmeztetett, csak olyan kasszák után jár a támogatás, amelyeket az év végéig be is üzemelnek. Adógyi szempontból teljesen tiszta volt. Az Országos Taxis Szövetség még küzd a támogatás határidejének meghosszabbításáért. Szerintük azonban nagyobb gond, hogy a mobil pénztárgépek nem tudják ugyanazt, mint a taxiórák. Például nem képesek rögzíteni a megtett út hosszát, vagy az alkalmazott tarifát sem. Hogyha már egy ilyen szerencsétlen dátumra sikeredett egy rendeletnek a bevezetése, akkor nekünk az utolsó pillanatig mindent meg kell tenni, hogy ezek a hangolások megtörténjenek. Online kasszát kell használniuk a plasztikai sebészeknek is. Pontosabban csak azoknak, akik a fekvőbetegellátásban dolgoznak. A plasztikai sebészek többsége azonban ambulánsan és egynapos sebészet keretében is ellát betegeket. Szakmai szervezetük ezt jelezte az adóhatóságnak, mégsem módosította a tárca a rendeleten. A rendelet célja a teljes plasztikai sebésztársaság ellenőrzése volt, akkor ez nem fedi a teljes társaságot, annak csak egy kis részét. Ezt tudomásul vették, és azt az információt kaptunk, hogy nem változik a rendelet, továbbra is csak a fekvőbeteg ellátást végző intézményeknek kell online kasszát bevezetniük. Kritikát a masszőrök egyesülete is megfogalmazott, elnökük azonban nem kívánt nyilatkozni híradónknak.